Az a baj, hogy egyszerűen ez a téma tényleg sokkoló és megrázó. Mindenki tudta, abban a régióban nem szabad a szemükbe nézni, hogy ami megérkeznek, akkor lefelé kell nézni, és a kezedet az asztalra. Kevesen szokták szerintem rádióműsorban elsírni magukat. Mert ha azt mondjuk, hogy prostituált, akkor általában ugye ő az, akinek büdös a munka, aki nem akar takarítani, meg normál munkát elvállalni, hanem azt csinálja, ami a legkönnyebb. Ezt mert értem, nagyon de az, aki elmegy egy alaksorba, és lát egy szenvedő, félig megnyomorított lányt, akinek minden problémája van, egy vödörrel, amiben gondolom, hogy a fekáliától kezdve minden ott van, nem mond nekem, hogy az egy normális gondolkodású ember. Mert Hashtag nőfilter. Nők filter nélkül. Köböl Anitával. A Spirit FM-en. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Köszöntöm a hallgatókat itt a Spirit FM 92.9-en, ez itt a Hashtag Nőfilter, Nők filter nélkül. A mikrofonnál Köböl Anita. Nők a pokolban. Ez a mai témánk egy megrázó, megtörtént eseményeket feldolgozó könyv alapján, melynek írója Gyurica Katarina, aki itt ül velem szemben a stúdióban. Szervusz, köszöntelek! Sziasztok! Én ezt a címet adtam a mai témánknak, de nem tudom, hogy ez mennyire fedi a valóságot, hiszen sokféle történet alapján írtál te már könyvet, de azért annak a fővonulata mindig leginkább az, hogy a nőket milyen megrázkódtatások, milyen tragikus életesemények érintik az életük során. Ugye szó van prostitúcióról, erőszakról, bántalmazásról, és még sorolhatnám. Miért ezt a kemény témát választottad a regényeid alapjául? Azt hiszem, a legerősebb motivációs forrásom az a dühöm. Hogyha valami annyira felbosszant, hogyha valami annyira dühít, annyira igazságtalannak érzek valamit, hogy így napokig nem ereszt, az egy jó téma. Azzal foglalkozom. És a Rendes lányok csendben sírnak regényem kapcsán ugyanez a mozgató erő irányított. Én Dunaszerdek mellett egy kisvárosban nőttem föl, és abban a szellemben, hogy igazából azt, hogy a maffia ott mit csinált a 90-es években, azt mindenki tudta. Rengetegszer beszéltünk róla, szinte nem volt olyan családi összejövetel, hogy utána ne említettük volna az éppen aktuális mafiózónak a rémtetteit. Egy kicsit aztán már így a iszogatás kapcsán elment valamilyen bagatelizálásba, de az, hogy X és Y mafiózó valakit megkínzott, kivégzett, elbetonozott, ezek így abszolút benne voltak a köztudatban, és az is, hogy a lányokat elraboltak, magukkal vitték, de ez mindig ilyen félmosolja a párosult, hogy hát ugye tudjuk, mindig voltak azok a lányok, akik ezekkel a nagyon jól menő, szép autós mafiózókkal akartak volna járni. Meg ugye azt is tudjuk, hogy az összes nő szereti az ilyen gazdag férfit, és a nők csak a pénzre mennek, meg hát ugye azt is tudjuk, hogy és akkor mindig jönnek az ilyen próbáltátok végül is ti is tabusítani ezt az egészet, nem? Meg tényleg, amit mondta, hogy elbagatelizálni, hogy igen, mert lehet, hibáztatni hogy amúgy a nőket, tehát, hogy ez nagyon kiérződik benne, hogy mindig a lánya hibás azért, igen, mert ő gazdag férfit szeretne, jó autóval akar járni, nem tudom, a pénzen sok ruhát akar venni, szóval, hogy az van, hogy ez ott gyökerezik ezek szerint tényleg a társadalomban. Igen, és engem ez iszonyatosan bosszantott, ez a nemi erőszaknak a bagatelizálása, amikor csak így nevetgélünk rajta, és nagyon kemény dolgok történtek fiatal, tizenéves gimnazista, középiskolás lányokkal abban az időszakban. Én nagyon sok olyan, most már 40-es nővel találkoztam, akinek az első szexuális élménye, hát ezt nem lehet így élménynek nevezni, ez így ilyen csoportos nemi erőszak volt. És a mai napig traumatizálva érzik magukat, feldolgozatlan dolgaik vannak, pszichológushoz járnak, vagy nem járnak éppen pszichológushoz, de nagyon is kellene, hogy részt vegyenek valamilyen terápián. Igazából az egész életük meg volt, vagy megvan ezáltal nyomorítva, és így a környezet, a város és a régió erő így nem akar tudomást venni, hogy hát ugyan már ezek a fiatal lányok mind ugyanazt akarták. Tehát tényleg mindenki homokba dugja a fejét, tudunk a problémáról, de úgy teszünk, mintha mégse lenne. Én azt hiszem, hogy most már tudunk. Szerintem a regényem is segített kicsit ebben,
meg a Víg Színházban elkészült darab, hogy kicsit így megnevezzük a dolgokat, hogy nemi erőszak, elrablás, csoportos nemi erőszak, hogy ezek így kilettek mondva, és nem azt mondjuk, hogy hát ezek a fiatal lányok csak így szórakozni akartak egy hétvégén, mert szó sincs erről. Mindjárt bele is szeretnék menni abba, hogy a könyveinek milyen hatása volt. Az a baj, hogy egyszerűen ez a téma tényleg sokkoló és megrázó, és nem akarom idézőjelben finoman kezelni, mert azt érzem, hogy beszélnünk kell róla, nem véletlenül íródtak meg a könyveid is. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy egyáltalán honnan indítsuk az egészet, hogy ne maradjon ki a beszélgetésünkből nagyon fontos etam, de nincs konkrétum egyszerűen megfogalmazva bennem, mert tényleg szálingóznak a kérdések. De az első talán, ami így eszembe jutott a te életed kapcsán. Azt mondtad, hogy végül is nagyon aktív része volt az életeteknek, hiszen abban a kisvárosban, ahol te felnőttél, attól nem messze tevékenykedett a maffia. Neked a tinédzserkorodat ez mennyire járta át? Te nem féltél, amikor hallottad ezeket a történeteket, ott egy per egyben nőként, fiatal lányként? Kicsit úgy voltam ezzel, most így visszanézve, hogy kicsit ez a főtt béka effektus, hogyha egy békát megfogsz és beledobsz a forró vízbe, akkor az rögtön kiugrik. De hogyha beleteszed a hideg vízbe is, és lassan, fokozatosan melegíted, akkor a béka észre se veszi, hogy forrósodik az a víz, és megfőll a végén. Igazából szerintem abban a régióban hasonlóan voltak az emberek, hogy ez még kicsit belefér, ez már nem annyira, minden nap egy picit több, és a végén egy ilyen szinte polgárháborús helyzet alakult ki. Nekem valahol ez volt a normális, hogy Somorján, a kisvárosban mondjuk sokszor volt olyan, hogy beültünk egy ilyen szórakozó helyszerűre, és akkor ilyen rasszia volt. És akkor megérkeztek most így a Magyarországon azt mondjuk rá, hogy tekesek, mi akkor a kuklácsoknak hívtuk őket, és valahogy annyira benne volt, hogy mindenki tudta, abban a régióban nem szabad a szemükbe nézni, hogy ami megérkeznek, akkor lefelé kell nézni, és a kezedet az asztalra. És akkor így nem is tudom, 15 évvel később ezt így meséltem a férjemnek, aki budapesti, teljesen más világba szocializálódott, hogy nekem ez természetes, hogy én tudom, hogy kell viselkedni, tudom, hogy nem szabad kérdezni, meg fölállni, meg így nem is tudom, ilyen fölösleges mozdulatokat tenni. De hogy ő meg ilyen kikeretekedett szemekkel nézett, hogy azért ez nem normális, hogy 15-16 éves gyerekek ilyet átélnek egy sima kofolás, pepszis szórakozó helyen. De hogy akkor ez volt. Ti ebben szocializálódtatok, tehát nektek tényleg mondhatni, hogy ez volt a természetes, bármennyire is természetellenes. Még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy ha van egy rendszer egy közegben, egy társadalomban, akkor az segít korlátokat szabni, és talán segíthet jól élni. De mégis ezek szerint, hogyha a maffia ennyire aktívan tudott ott tevékenykedni, hogyha voltak elrablások, hogyha voltak nemi erőszakok és nagyon komoly bántalmazások, akkor a kettő valahogy nagyon nincsen pariban. Tehát akkor miért volt razzia, és ti lehajtott fejjel ültetek az asztalnál, akik kvázi semmit nem tettetek, míg azok, akik egyébként meg az elkövetők, le nem hajtják a fejüket ilyenkor? Hát időben kb. Úgy volt ez a történet, hogy a 90-es évek végén, mondjuk azt, hogy 95-től 99-ig ilyen nagyon kemény időszak volt, és akkor a maffia Dunaszerdahelyen igazából mondhatjuk így, hogy átvette az irányítást a város felett, bármit megtehettek. Volt olyan, hogy egy középiskolában bementek a főbejáraton, és akkor a nagyszünetbe összeszedtek pár lányt, és magukkal vittek. És ezt így megtehették. Védelmi pénzt szedtek kocsmáktól, vállalkozóktól, aki nem akart, volt egy ilyen ismerősünk, aki azt mondta, hogy ő már pedig nem fog, ő vízvezeték szerelő volt, szóval, hogy nem olyan vállalkozókról volt itt szó, akik ilyen nagy pénzekbe gondolkodtak, hanem egyszerű kis emberekről, akkor azt kivitték magukkal az erdő szélére, és a kocsi mögé kötötték, és akkor mondta, hogy akkor fog fizetni. Úgyhogy igazából rá voltak kényszerítve ezek az egyszerű vállalkozók is, és aztán a tízes gyilkossággal ért véget ez az időszak, és én akkor kezdtem a középiskolát. Szóval engem ez a legvéresebb, meg a legkeményebb időszak már nem érintett, csak az utójátéka. Szerintem ez volt így
a én generációnak mondjuk így a szerencséje. Mondjuk kicsit megnyugvást adott neked, hogy ez már a múlt. Ez tudod, amikor nem... mi benne voltunk, mi nem úgy láttuk ezt. Uh-huh. Ezt így most így 20-valahány év tálatából most már itt tudunk róla beszélni, el tudjuk mondani, hogy ez egy jelenség volt, feldolgoztuk, hogy mi történt, ki volt benne, hogy volt benne. De amikor élsz egy városban, neveled a gyerekeidet, egy kisváros, ami ahol alapjában ugye nem sok minden történik, az emberek a mezőgazdaságból élnek, nevelgeted a kis paradicsomaidat, és akkor elviszed a pozsonyi piacra eladni, és akkor tudod, hogy valakinek az autóját elrobolták, vagy felrobbantották, aztán valakit elroboltak, valaki eltűnt, és így fokozatosan jönnek ezek a kis történetek, de nem áll össze a big picture, uh-huh. a sokkal később. Úgyhogy most tudunk már ilyen nagy mondatokat kimondani. Ez egy terror időszak volt, hogy nagyon sok mindenki traumatizálva van a mai napig, de akkor, mikor így benne vagy, akkor csak így kapkodod a fejed, és próbálod így behúzni a füled farkat, hogy veled ilyen ne történjen meg. Meg igazából évekig úgy értek az emberek, hogy ezt nem is akarták elhinni, hogy ez ilyen mendebonda, jaj, annyi mindent beszélnek, olyan pletykásak itt az emberek. Hallgattam egy interjút veled, amiben egyébként pont elmondott, hogy kozmetikusnál voltál, ahol a kozmetikában volt egy hölgy, aki a fiát síratta éppen, hogy ugye nem tudott ott lenni vele a nagy családi eseményen. És hogy mind tudtátok, hogy az ő fia egyébként a szervezetnek szerves tagja része, vagy akár a fő muftia is, nem tudom, ez pontosan így talán nem szerepelt a történetben. Viszont ott az interjúban nem fejezted be a történetet, és nagyon kíváncsi vagyok ennek az asszonynak reakciójára, vagy hogy mi a vége, hogy ő valóban nem tudott arról, hogy mit csinál a fia, és hogy ő egy gonosz és rossz ember, vagy tudott róla, és képtelen volt ezzel együtt élni, ezért inkább úgy tett, mintha. Nehéz. Mert akkor azt gondolom, hogy ez sok mindenki másra is egyébként igaz lehet, de akkor te ezt ott tényleg személyesen tapasztaltad és láttad. Szerintem nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy látom, észreveszem, de akarom tudni, vagy nem akarom tudni. Egyszer, még mikor a regényt írtam, és az interjú készítés folyamatában voltam, akkor a gyerekeimnek az óviában volt egy ilyen karácsonyi műsor, és akkor, amint mi is részt vettünk, szülők és a gyerekek kihúzták magukat, és ott énekelték a egyszerű karácsonyi dalokat, és én annyira büszke voltam, hogy az én gyerekem is milyen szép, és milyen okos, és a legszebben énekel, meg mennyire tehetséges. És így körülnéztem, és akkor ott volt az a 15 anyuka, és mindenki ugyanígy nézte a saját gyerekét, hogy az ő gyereke a legszebb, a legokosabb, a legtehetségesebb. És olyan gyakran, meg akkor így nagyon megmarad bennem, hogy eszembe jutottak ezek a nők, akiknek a gyerekeiből mafiózók lettek, hogy ők is így kezdték. Uh-huh. Hogy ezt annyira nehéz lehet anyaként elengedni, hogy a te gyereked, akit egy ideig a legszebbnek látsz, és ő énekel a legszebben az anyák napi műsorban, és olyan kedves, amikor 8 évesen hozza a rózsacsokrot, és akkor úgy belemegy mindenféle balhékba, először csak azt mondod, hogy kisebb balhék, mert rossz baráti társaság, és aztán egyre keményebb dolgokat veszel észre, de hát amúgy meg ez egy kedves, jó gyerek, aki hozzád bújik, meg... Kevesen szokták szerintem rádióműsorban elsírni magukat, ezt a rádióhallgatók nem látják, nekem most amúgy könyvbe lábadt a szemem, de ezt majd a YouTube-on meg lehet nézni, mert igen, ezt most átélem, ugye nekem is kicsi babám van, tehát hogy függetlenül, hogy ő kislány, amúgy pont a másik oldalon vagyok, akiben meg a féltés iszonyatosan jelen van, hogy hogyan fogom tudni megúvni és megvédeni a világ eme rossz oldalától és ezektől a csúfságoktól, majd szeretnék tőled is kérdezni, hogy ugye három gyerekes anyaként azért hogyan tudod magadat ettől függetleníteni, de még mielőtt erre ráfordulnánk, azért nagyon kíváncsi lennék arra, hogy miért annyira tabú és izgalmas ma még mindig prostitúcióról, nemi erőszakról, bántalmazásról regényt írni, mert sokan megtették már előtted is, ez mindig én azt gondolom, hogy egy olyan kis szaftos téma, de hogy az érdekesség az, ami ezt egy kicsit fel tudja hype-olni, vagy valóban tud hatása lenni egy-egy ilyen könyvnek, hogy fel tudod hívni a figyelmet arra, amire igazán szeretnénk. Tudom, hogy más dolog az, amikor valaki ír egy hát kissé ironikusan kvázi önéletrajzi könyvet arról, hogy mondjuk Dubajban mit élt meg, és egészen más
arról könyvet írni, hogy nők, akik láthatatlanok, milyen tragikus életeseményeken mentek keresztül. De hatnak ezek a könyvek szerinted? Hogy hatnak olyan mértékben, ami változást idézhet elő? Én szeretném azt hinni, hogy igen, hogy abszolút. A prostitúciónak számos formája van, és szerintem nagyon sok film és regény született abból a nézőpontból, hogy egy férfi, amikor éppen elveszett, amikor az útját keresi, amikor nem tudja, mi legyen a következő lépés, akkor elmegy egy prostituálthoz, aki mindig olyan kedves vele, meg kiszolgálja az igényeit, és aztán vagy összekapja magát az írunk, vagy a szereplőnk, vagy nem. Ugye volt a Pretty Woman, és így a szerintem így a kultúrára ilyen óriási hatással volt, mert ha azt mondjuk, hogy prostituált, akkor általában ugye ő az, akinek büdös a munka, aki nem akar takarítani, meg normál munkát elvállalni, hanem azt csinálja, ami a legkönnyebb. Ilyen sztereotípiák vannak. Miközben azok a történetek, amikkel én találkoztam, azok ilyen merőben mások voltak. Én egy Pretty Woman-nel se találkoztam, én olyan 16-17-18 éves lányokkal találkoztam, akiket Kelet-Szlovákiából és Kelet-Magyarországról egy ilyen teherautóban, egy furgonnal vittek át éjszaka Nyugat-Európába, és ott adták, vették őket. Találkoztam olyan lányokkal, akik hónapokig egy olyan épületben voltak, egy olyan alaksori garázsban, ablak nélkül, természetes fény nélkül, egy matracon, egy műanyag vödörrel, és ilyen naponta 20-30 embert, férfit engedtek be hozzá. Én ezeket a történeteket ismerem. Nekem az, hogy és ez szerintem az annyira bosszantó, ez emberkereskedelem zajlik így a mai napig. A prostituált az nem az, aki élvezi, hanem az, akit betörtek, aki már nem akar visszamenni az ablak nélküli garázsba, hanem azt mondja, hogy oké, megcsinálok mindent, legyen úgy, ahogy ti akarjátok, csak kapjak enni, inni, és legyek normális körülmények között. Én ilyen prostituált történetekkel találkoztam. Igen, azért élesen különbséget kell tennünk az önként vállalt szakmaválasztáson, mert azért én is ismertem olyat, és tudjuk, hogy van, aki önként vállalva űzi ezt az ősi szakmát, és van olyan, akikről te is beszélsz, akiket kényszerítenek erre, akiket elrabolnak, elszakítanak az otthonuktól, és baromira nem ezt akarták választani, még és nem ez az ő útjunk. Ez a saját magam választott a prostitúcióhoz még talán annyit hozzátennék, hogy én is találkoztam olyan lányokkal, akik saját maguk határoztak úgy, hogy akkor most erre adják a fejüket, és a szerint beszélgetések által kiderült, hogy már nagyon korán abuzálták őket. Uh-huh. Szóval, hogy azok a nők, akiket mondjuk 5-6 éves korukban többször, vagy akár egyszer is erőszakolnak, azoknak teljesen más lesz a testükhöz való viszonyuk. Függetleníteni tudja az agyát tőle. Ez a kikapcsolási mechanizmus működik náluk. Szerintem ez is valamilyen ilyen borzalmas dolog. Most ez is ilyen nagyon könnyen hangzik, hogy egy fiatal, szép lány, aki nem akar egyetemre menni, és nagyon sok pénzt akar keresni, és elmegy Dubajba, és akkor azt hiszi, hogy majd pár év alatt összeszedi magát, és hazajön, és mennyi pénze lesz, és felépít egy házat. Én ilyen történetet nem ismertem már, mint azt, aki összetudta magát kapni a végén. Én olyat ismertem, aki azt mondta, hogy fú, milyen kemény vagyok, testemtől függetlenül tudom így az agyamat irányítani, és aztán kiderül, hogy mégse menet közben mindenféle függőségei lesznek, drogozni kezd, és valahogy teljesen szétesik, vagy belebolondul. Hogy ez nagyon gyakori, hogy ilyen mentális zavarok alakulnak ki a prostituáltaknál. Ezt el is tudom képzelni egyébként, tehát én magam is azt gondolom, hogy ezt józanul végigcsinálni biztos nem lehet, ha úgy, tehát most függetlenül attól, hogy milyen élethelyzet. Egyetértek az abuzáláson egyébként, de kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed arról, hogy kicsit az orrunk előtt zajlik ez az egész történet szerintem a közösségi médiában. És azért látjuk azt, hogy bizony-bizony lányok, akik ebből élnek, nagyon látványos, nagyon-nagyon gazdag és burjánzó életet élnek, miközben nem tudjuk kimondva, csak kimondatlanul és feltételezhet, hogy a háttérben mi zajlik és milyen életük lehet. Na ez viszont megvezeti a lányokat. Tehát ez egy kicsit modernkori idézőjelben Pretty Woman, amikor azt gondolod, hogy az csak annyi, hogy egy férfi, és utána megkapom az LV táskát, vagy megveszem magamnak, és akkor én boldog életet fogok élni. De
ez nagyon kártékony, nem? Sokkal nagyobb az ára. Sokkal nagyobban, nem. Az új regényemben az a lány, akit végül prostitúcióra kényszerítenek. Ez a városi rókák, igen. Vagy már most íródik egy? Ez a városi rókák. A városi rókákban a fiatal lány pontosan ilyen életről álmodik gömörben, így a semmi közepén, és ő is ilyen képeket próbál magáról posztolni, és nagyon örül, mikor már eléri a 8000-es követőbázist az Instagramon, mert igazából semmilyen más motivációja nincs. És akkor ő az, aki itt ilyen bosszú pornó áldozata lesz, és ezzel a videófelvételrel, a mesztelen képeivel kezdik el zsarolni, és akkor így kerül, így lesz prostituált, itt adják el, és igazából meg ki se tud szállni, mert annyi oldalról nyomasztják, zsarolják, hogy pedig csak egy fiatal naív lányról van szó, akit így megvezetett a közösségi média. Van ebből kiút? Szertágazik a kérdésem megint csak. Az egyik része az, hogy a lányoknak, akik ki tudnak ebből szakadni, akiket megmentenek, akikre rátalálnak ott abban az alaksori lakásban, ők képesek utána teljes értékű életet élni? Találkoztál olyannak, akinek ez egyáltalán sikerült? Igen, és nekem ez ilyen misszióm is, nekem ez nagyon fontos, hogy arról is beszéljek, hogy van kiút, van kilépési lehetőség, és utána nagyon sokaknak összejött, vannak ilyen pozitív példák, vannak olyan lányok, akikkel ilyen védett házba találkoztam, és mikor mesélik a történeteiket, akkor tényleg arról számolnak be, hogy testileg, lelkileg teljesen meg voltak nyomorítva. Volt olyan lány, aki úgy került egy védett házba, hogy ilyen rendőrségi razzia volt abban az épületben, ahol őt fogva tartották, hát ott fegyverek is voltak, illegális szerek, ellopkodott útlevelek, meg minden drog, amit így el lehet képzelni, és akkor plusz megtalálták még ezt a lányt is, és akkor a rendőrség bevitte őt, és akkor segítettek neki, és egy védett házban helyezték el. Na, hát ő konkrétan nem tudott lábra állni. Ő hunyarított, hogy neki komoly problémái voltak, nőgyógyászati műtéteken esett át, és hát a lelke is teljesen darabokra volt esve, viszont ilyen komoly terápia után megváltoztatta a frizuráját, az öltözködését, elköltözött Angliába, fodrásznak tanult ki, és soha többé nem akar hátra nézni, és nagyon jól él, nem csak anyagilag, hanem én úgy gondolom, hogy nagyon jó társa van, barátai vannak, és egy ilyen boldog élete van. És ezt ő mondja egyébként, hogy boldog élete van, vagy te annak láttad az ő életén? Annak látom, és ő magát és próbálja így definiálni már, hogy ő egy boldog ember, és sokat dolgozik ezen. Nézzük a másik oldalt, hogyha azt kérdezem, hogy van-e ebből kiút, és kérdeztem a hatásait is a könyvednek, hogy... Hát én nem tudom, nagyon naív gondolat lenne a részemről, hogyha azt feltételezném, hogyha valaki, aki bántalmazó, vagy egy olyan férfi, aki él annak a lehetőségével, hogy egy fogvatartott lányjal közösüljön, elgondolkozik azok után, hogyha mondjuk elolvas egy ilyen könyvet, és már másképp fogja szemlélni az életet. Vagy szerinted ez létezhet? Én nagyon remélem. Nekem van egy ilyen misszió, és én nagyon szeretném. Én azt szeretném, hogy minél több nő és férfi olvassa el ezt a történetet, és hogyha betekintést nyernek abba, hogy mit jelent prostituáltnak lenni, milyen élete és mi vezetett egészen odáig, hogy egy fiatal lány áll az utca sarkon, akkor nem leköpködi, nem ócsárolja, nem gúnyolódik rajta, hogyha meglátja az autóból, hanem mondjuk együtt érez vele, vagy megáll segíteni, vagy feltesz pár kérdést. Ez létezhet szerinted, Kata? Tényleg teljesen őszintén kérdezem, a remény is beszél belőlem, de nagyon-nagyon nehéz ezt elhinni, hogy megvalósulhat. Zárójelbe jegyzem meg, hogy azért, mert azt gondolom, hogy azok a férfiak, akik elmennek ilyen helyekre, ők szerintem nem, ők beteg emberek. Tehát én nem gondolom, nem mondhatjuk azt szerintem, hogy beteg emberek, meg óriási számról van szó. Nem mondhatjuk azt a férfi
populáció óriási százalékára, hogy ők beteg emberek. Ezt mert értem, nagyon sokan de az, járnak. Aki elmegy egy alaksorba, és lát egy szenvedő, félig megnyomorított lányt, akinek minden problémája van egy vödörrel, amiben gondolom, hogy a fekáliától kezdve minden ott van, nem mond nekem, hogy az egy normális gondolkodású ember, mert értem én, hogy az interneten is bizonyos keretek között hirdethetik magukat a lányok, és elmehetnek egy lakásba, és akkor ők azt gondolják, hogy ott tisztaság van, rendben, és ez normális, megint csak idézőjelben. Na, de azok, akik a te könyved alapjául szolgáló lányokhoz mennek, én nem tudom őket felmenteni. Én mindenkitől tényleg töredelmesen elnézést kérek ezúttal is, de nem is akarnám őket felmenteni. A rendes lányok könyv megjelenése után jelentkezett egy fickó, akivel itt többször is találkoztam már, és interjút készítettünk, és csak mindent elmesélt arról, hogy a 90-es években mi történt a Dunaszerdai járásban. És ő igazából egy ilyen Z-típusú mafiózó volt, ő soha nem volt benne az igazi nagy balhékba, ő csak így mindig eltakarította a nagy ügyeket, meg igazából csak ilyen kis csicska volt. És ő mondta, hogy mikor volt egy nagy buli, és ott voltak a lányok, akkor sorra erőszakolták őket, akkor a buli végén, hogy megengedték, hogy ők is beálljanak a sorba. És akkor számos alkalommal ő is beállt így a sor végére, és ő is megerőszakolta ezeket a lányokat. És aztán sokat beszélgettünk róla, meg elolvasta a könyvet, és ő mondta, és jött egy ilyen visszajelzés, hogy ő azért ezt nem gondolta volna, hogy az a csak 5 perc, az mit is jelent valójában. Hogy ami neki 5 perc volt, az igazából másiknak az egész élet. Mert egészen odáig ő abba volt, hogy hát mit ezek a lányok, abban az időszakban annyi mindenkivel történtek borraszó dolgok, de igazából mind felhúzta a gatyáját a végén, és a saját lábán ment haza. Ez azért nem olyan nagy cucc. És aztán a könyv kapcsán látta meg a másik oldalt, hogy mit él át az a nő, hogy igen, hogy túléli, és életben van, szuszog, tud levegőt, levegőt venni, de hogy igazából őt tönkretették. Hogy szerintem nagyon fontosak a történetek, és nagyon fontos elmesélni azt, hogy mi van a másik oldalon. Hogy az, hogy egy prostituált mit él át, még akkor is, hogyha ilyen félmosoly van az arcán, de igazából nem élvezi, mert ezt is nagyon sokszor így ki kell hangsúlyozni, nem a prostituált, csak ezt pénzért csinálja, nagyon sokszor azért, még akkor is, hogyha normálisak a körülményei, vagy úgy tűnik, azért már éhes a gyereke, mert nincs más munkája, mert jelzálók csapdába került, mert zsarolják, nagyon gyakori ez a bosszú pornó, a mesztelen fotókkal való visszaélés, a zsarolások. De szerintem, hogy minél több ember hall ilyen történeteket is, akkor lehet, hogy érzékenyebbek leszünk. Jó azt hallani, hogy van olyan személyes tapasztalatod egyébként, ahol tényleg fordult a kocka, és változtatott a gondolkodáson adott esetben a te könyvben. Túl tudod tenni magadat ezeken a történeteken, amiket hallasz? 3 gyerekes anyuka vagy. És az előbb én tényleg majdnem elsírtam magamat arról, amikor arról beszéltél, hogy valaki anyaként azt élte át, hogy a fiából mafiózó lett, és hogy itt vagyunk mindannyian szülőként, nőként érintve a legcukibb és legbájosabb életéből a gyermekünknek, hogy amikor te hazamész, akkor le tudod tenni ennek a terhét, mert szerintem ez egy iszonyúan komoly súly lehet. Nem tudom letenni. De a rendes lányokat, amikor írtam, az az időszak úgy nézett ki, hogy reggel elvittem a gyerekeimet az óvodába, hazamentem az üres lakásba, elővettem a jegyzeteimet, és újra olvastam a kínzásokról, csoportos nemi erőszakról, kivézésekről szóló anyagaimat, és akkor hónapokig ebben éltem. És láttam a kéziratot, utána jött egy ilyen üres járat, ugye amikor az ember beküldi a kiadóba a szövegét, akkor utána egy napokig nincs dolga, hogy várja a visszajelzést, és az az időszak volt az, amikor így minden lement ez a kemény munka, mert egy szöveget, egy hosszú szöveget megírni tényleg az, hogy így ez így elment, hogy a munka kész, pont, én befejeztem, és akkor ez a lébecolás otthon, amikor igazából nincs dolgom, úgyhogy nem tudom semmivel lekötni az agyamat, akkor jöttek vissza ezek a flashbackek, ezek a bevillanások, gondolom. Atya Isten, az, amiről azt hittem én, hogy rég feldolgoztam, hogy leírtam, és kész, ennyi, ez egy munka volt, hogy ez nem csak egy munka. De én konkrétan emlékszem egy ilyen
van egy ilyen emlékem, hogy amikor újságíró voltam, és lementünk a kalocsai női börtönbe forgatni, és olyan nőkkel készítettem interjút, akik azért kerültek börtönbe, mert miután évekig bántalmazta őket a férjük, egyszerűen már nem bírták tovább, így náluk szakadt el a cérna, és így visszaütöttek, visszaszúrtak, és meghalt a férfi, és ők kerültek börtönbe. És miközben ott voltunk a börtönben, és ültek ezek a nők az ágyuk szélén, akkor néztem, hogy az operatőr kijelzőjén, hogy mi látható, tényleg arra összpontosítottam, hogy akkor a pókháló benne van-e, hogy a nők mögött a fali újságján a gyerekeinek a rajza jól látható-e. Szóval, hogy ilyen nagyon professzionálisan álltam az egészhez, még ilyen büszke is voltam magamra, hogy fú, nem hattam, hogy akkor most az érzelmeim így átvegyék az uralmat felettem, hanem tényleg holt profi újságíró vagyok. És akkor leadtuk az anyagot, és ott is pontosan ez történt, hogy mikor így lement az egész nagy munka, amikor lezártuk, akkor azt hiszed, hogy egy fellélegzel, és kiülsz a teraszra egy koktéllal, és akkor megünnepeled saját magadat, hogy fú, micsoda erős nő vagy, akkor így jön, és akkor rémálmok formájában, meg ez tényleg egy ilyen, hát megviseli az embert, hát nem csak húsból vagyunk, hogy ezeket a történeteket nem tudom munkaként felfogni, nem tudom azt mondani, hogy oké, megírtam, kész, ennyi volt, hanem ez ott van. Nem féltél egyébként ezekhez a témákhoz nyúlni? Olyan értelemben, hogy azért megkapirgálni például egy maffia által érintett közeget, nem tudom, hogy a mai napig nekik például milyen hatásuk van, akár a Dunaszerda helyen, vagy bárhol a világban, hogy elér hozzád, és most nem a nem a legborzalmasabb dolgokra gondolok, csak hogy mondjuk valaki fölemeli a telefont, és azt mondja, hogy Kata, ezt a könyvet nem kéne megírni. Vagy ilyen csak a filmekben van, és én most abból merítkeztem, de hogy én lehet, hogy félnék például egy-két ilyen szálat meg, vagy húrt megpendíteni. Én nem féltem, és senki nem telefonált. Ez jó hír, ennek azért örülök, hogy egy kicsit így könnyebb legyen a hangulata a beszélgetésünknek, jó rendben. De amikor így elmondtam a férjemnek, hogy mi az a téma, amivel foglalkozni szeretnék, akkor ő mondta, hogy hát ez egy remek téma, csak írja meg valaki más. Uh-huh. Tehát benne például erősebb volt a féltés ezek szerint, akkor ő igen, jobban tudta ezt kívülről szemlélni. És amikor a gyerekeidre nézel, és elviszed őket óvodába, iskolába, és elengeded a kezüket, akkor, amikor nagyon a hatása alatt voltál ezeknek az írásoknak, volt, hogy átfutott az agyadon olyan, hogy hát ne álljon meg egy furgon, ne szálljanak ki az autóból, és mondjuk minden rendben legyen az iskolában, vagy egyszerűen tudatosan koncentráltál arra, hogy rendben, ezek megtörtént események, de velünk ilyen nem történhet. Hát inkább azt hiszem a második, de amikor láttam a kéziratot, akkor szerintem pont azon a héten történt meg Szlovákiában a Kuciak gyilkosság, amikor egy oknyomozó újságírót és a mennyasszonyát kivégeztek az otthonában. És az egy, az mint egy kalapáccsal fejbe vágott valaki, hogy a Katikám, ez nem csak olyan, hogy írogatunk itt, meg itt találkozgatunk nőkkel, és akkor leírjuk azt, hogy ők éppen mit éltek meg, hanem enne, ez ilyen nagyon, én nem is tudom, hogy ez ilyen borzasztó időszak volt, és akkor kezdtem el érezni ennek a súlyát, meg felelősségét. Hát én igyekszem magunkat egy ilyen békeszigetén ringatni, hogy anya ilyen dolgokkal foglalkozik, de attól még itt mindenki biztonságban, mindenki rendben van, és az igazat megvalva, én nem a maffiával foglalkoztam. Én a maffiának azzal a részével, és ott is a rémtetteiknek az arról a részével, amivel senki nem foglalkozott. Ez, hogy nőket megerőszakoltak, és hogy a nőkkel mit tettek, hát még a kiadóból is ilyen visszajelzések jöttek, hogy ugyan már hát 20 év ezelőtti nőknek a nyomora ki a fenét fog majd érdekelni. Meg hogy ez olyan régi ügy, és most akkor pár nő úgy nyüglődött, hát most tényleg erről kell egy ilyen könyvet, és hogy valami... Borzasztó ezt hallgatni komolyan, hogy valakik így viszonyultak egy ilyen sztorihoz. Nem tudom, nők voltak ők, vagy férfiak, akik így abszolút, ez vegyesen. Hogy miért nem valami más, valami ízés, hogy az ilyen negatív témák, hogy azokat nem szeretik az emberek, valami sokkal lájtosabbat válasszak. Miközben úgy ott volt ez a temetetlen múlt, ez a...
az az óriási fájdalom, meg ez a jelenség, ami nem csak az volt tényleg, hogy pár nővel megtörtént ez, hanem ez így nagyon sokkal, nagyon egyformán, tényleg hasonló történetek tucatjait hallgattam végig újra és újra. És az elején tényleg ilyen elutasításokban ütköztem. Milyen visszajelzéseket kaptál a könyved megjelenése után? Nem csak feltétlenül a kiadóra gondolok, aki most azért örül ennek. Lássuk, mert mégiscsak azért gazdasági világot élünk, tehát hogy gondolom, hogy nekik mások a szempontjaink, de hogy az olvasóktól, vagy nőktől, akik nagy Isten magukra ismertek ezekben a történetekben. Volt egy rész, amit én úgy neveztem, hogy az ilyen szeretetfürdő, hogy ilyen nagyon-nagyon kedves üzeneteket kaptam, vagy mikor otthon voltam, és elmentem egy boltba a gyerekemmel bevásárolni, akkor a kasztánál a kezében nyomtak egy tábla csokoládét, vagy elmentem egy kávézóba, és kifizették a számlámat, akkor oda mentem a pulthoz, hogy akkor most rendezem, akkor mondták, hogy ezt már valaki rendezte, hogy virágcsokrot kaptam, meg hogy tényleg azt éreztem, hogy olyan sokaknak ez valamit jelentett, és hogy hálásak, és ezt le is írták, hogy nagyon hálásak vagyunk, nagyon köszönjük. Így volt egy ilyen része. Aztán volt a másik része, aki meg azt mondta, hogy hát, hogy az ő apukája, vagy az ő nagybátyja is érintett volt, és hogy ez igazából nem is így volt, mert hogy ő milyen nagyszerű ember volt, és én most így az emlékét meggyalázom. És hogy ezek a nők tényleg csak úgy maguktól akartak ezt meg azt egy jó hétvégét maguknak, és most akkor őket emelem piedesztrálra, és az ő apukája, aki meg milyen nagyszerű volt, meg ilyen csúnya image-t kap. Volt ez a része is, de azért hozzáteszem, hogy jóval kevesebb. És aztán voltak ezek a fenyegetőző ilyen Facebookon, ilyen helyesírás hibáktól hemzsegő üzenetek, amikkel úgy igazából nem tudtam mit kezdeni, de nem is tudtam igazán komolyan venni. De ők miért fenyegetőztek egyébként? Hát egy... Tehát nagyon sokan okuk volt arra, hogy nagyon sokan részesei voltak a maffiának, és igaz, hogy a tízes gyilkosság megtörtént, de azt igazából így a menedzsmentet érintette, de nagyon sokan kisebb-nagyobb munkákat végeztek számukra, és kicsit úgy érezték, hogy ez most... Hát, hogy őket rossz színben tüntetik. Igen, hogy ők is ebben benne vannak. Hát ne vicceljünk már. Hát, hogy ez nem is úgy volt, és ő úgy emlékszik arra, hogy ott volt egy ilyen buliba, ahol a lányokat nem úgy elrabolták, a lányok maguk mentek oda. Igaz, hogy nem akartak annyira jönni, arra úgy emlékszik, de hát most így belegondolva azért. Szóval, hogy tényleg leírja azt így a Messenger üzenetében, hogy konkrétan ez történt, de szerintem ez nem egy olyan nagy dolog, és hogy ebből nem kegyek őket áldozatként beállítani, és az elkövetőket meg elkövetőnek. De mit gondolnak ezek az emberek szerinten? Ugye megvizsgáltunk két oldalt, a lényegében érintettük inkább csak ugye a lányok szemszögéből, érintettük abból a szemszögből, hogy azok a férfiak, akik élnek ezzel a szolgáltatással, vajon mit gondolnak és hogyan gondolkoznak, és akkor most érintsük a harmadik szemszöget, a bántalmazót magát, vagy az elrablót, aki pusztán a haszonszerzést látja ebben vélhetően, de az előbb azt mondtad, hogy mondjuk valakinek a lánya írt, tehát vannak közben családfők, családapák, akik hazamennek utána a saját lányaikhoz, és megölelgetik őket. Tehát én ezt nem tudom fejben, egyszerűen képtelen vagyok összerakni, hogy ez hogy történhet meg, hogy hazamegyek a saját lányomhoz, de holnap elmegyek, vagy megbízatást adok valaki más lányának az elrablására. Tehát, hogy de ez pontosan így történt. Ez és pontosan ezt maguknak hogy magyarázzák meg? Nem tudom, hogy találkoztál-e valakivel a beszélgetését során, vagy a pályafutásod során, aki mondjuk erre egy hát so-called elfogadható választ tud adni. Nem tud elfogadható, csak hogy tudjuk, értsük már meg őket is valamennyire. Olyan gyerekekkel találkoztam, akiknek a szüleik, az apjuk ilyen véreskezű mafiózó volt, és ők általában úgy emlékeznek vissza a gyerekkorukra, hogy csodálatos gyerekkoruk volt, mindent megkaptak, az apukájukra bármikor számíthattak, pónilovat kaptak, meg plusz macik hegyeit, és anyagilag is mindent, érzelmileg is mindent. Hát volt egy lány, aki elmondta, hogy az apja minden este őt megfürdette, meg az öccsét, és mesét olvasott nekik, ágyba tette őket, tiszta pizsamába, és aztán elindult így az éjszakai portyázására.
És a lány ezt nem? A lány tudta az apukájáról ráadásul? Hát most már tudja, hogy akkor, hát akkor 5 évesen még nem, de hogy valamennyire egy összeállt a kép. De ugye mai napig ő ezt úgy könyveli el, hogy az apja mindent megtett a családjáért, az apjának az volt az elsőleges szempontja, hogy abban a régióban, ahol nem volt annyi munkalehetőség, így mindent megadjon a gyerekeinek, és igazából őket tényleg nagyon jó körülmények között felnevelték, mindig nagyon jó ételeket ettek, szép ruhába járt, tudtak menni nyaralni ide-oda, és az apja mindent bevállalt azért, hogy nekik ilyen élete legyen, ő azért nagyon hálás neki, és a mai napig nagyon jó a viszonyuk. Ez annyira érdekes, mert és vélhetően én csak a filmekből indulok ki, hogy hát ugye létezik a vendetta, tehát hogyha alapvetően ebben a körben valakinek a családját bántás éri, akkor ott a vérbosszú az általában jelen van, mert a család fogalma és fontossága az náluk egyébként kifejezetten piedesztára van emelve. Hogy lehet, hogy akkor mégsem tisztelik és becsülik másnak a családját? Hát ezek szerintem óriási kérdések. Nincsenek is nagyon rá válaszaink, ugye, vagy nem mi fogjuk megadni erre a választ, mert ugye te is a történetekből merítkezel. Mondtad az előbb, hogy amikor a munkádat végezted, akkor te is ki tudtál kapcsolni, ugye ott a kalocsai börtönben, és azt figyelted, hogy ebből hogy lesz egy jó anyag, és ugye abszolút szakmailag szemlélted az eseményeken. Érdekes párhuzam lehet a részemről, de azért kicsit itt átjárta a gondolat igazándiból az élethelyzetet, ugye a másik irányból, hogy azok a lányok, akik belekerülnek ebbe a közegbe, és prostitúcióra lesznek aztán kényszerítve. Ők mit élnek át abban a pillanatban, amikor föléjük áll egy férfi, és 5 percet, ha 5 percet, ha 10-10, de eltölt rajta körülötte. Tehát mondtad, hogy nem tiszták, és valami szerhez mindig kell nyúlni, vagy valami mentális probléma biztos, hogy lesz belőle. De tényleg kikapcsolják olyankor az agyukat? Azok, akik huzamosabb ideig ebbe benne vannak, azok valahogy megtanulják ezt a módszert, hogy nem vagyok ott, nem vagyok jelen, nem velem történik mindez. Polc Allen megírta az Asszony a fronton című regényét, és ott is szerintem én tökéletesen ábrázolja azt, hogy ő azt hallja, miközben ott fekszik, hogy egy nő sikít, és egy nő sikít, és segítséget kér, és zokog, és aztán rájön, hogy az ő. Hogy ez vele történik, hogy így, minthogy kívülről látja az eseményeket, ő nem lefagy, hogy nem gond, valahogy így a tudat ezt a óriási dolgot nem tudja hova tenni. Tényleg ámulva hallgatom ezt egyébként. Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt elképzelni és beleélni magunkat így külső szemlélőként és hallgatóként. Az elrabolt lányoknak a családjaik, ők tudtak, vagy tudnak bármit tenni annak érdekében, hogy a lányokat megtalálják, hogy a lányokat hazahozzák, biztonságban tudják, avagy tudnak-e arról, hogy hol vannak, és milyen körülmények között, és úgy érzik, hogy semmit nem tehetnénk? Ugye azok, akik fiatal lányokra vadásznak, és szerintem ez a megfogalmazás nagyon pontos, pontosan tudják, hogy milyen családból válasszák ki, vagy vegyék ki ezeket a fiatalokat. Általában diszfunkcionális családok, ilyen leszakadó régiók. Szóval soha nem a budapesti Urhényi negyed és a jó kerületeknek, a gazdag családjainak a lányait pécézik ki, hanem elmennek Kelet-Magyarországra, Kelet-Szlovákiába, amúgy is ott vannak, és akkor olyan szegénységben, nyomorúságban élő fiatalokra vadásznak, akit még hogyha az anyja be is megy a rendőrségre, és bejelenti, hogy eltűnt, akkor se igazán tudnak vele mit kezdeni, hogy jól van, feltesszük az eltűntek listájára. És ugye nagyon okosak ezek a stricik, vagy futtatók, vagy emberkereskedők, mert nevezzük őket így, mert a végén mindig iratnak a lányokkal egy SMS-t, mindig ugye 18 pluszosak, de csak pár hónappal, vagy adnak nekik valamilyen hamisított igazolványt, hogy ők maguk mondják azt, írják meg az anyjuknak SMS-be, hogy anya, elmegyek, itthon már nem bírom tovább, külföldön próbálok új életet kezdeni. Szóval az anyja, ő biztos benne, meg benne él is ilyen bűntudat, hogy akkor biztos miatta ment el, és nem tudja, hogy közben a lányát verik, meg kínozzák, és kényszerítik, hogy elküldje azt az SMS-t. Hogy nagyon gyakori ez, hogy a szülők valamilyen szinten ilyen biztonságban, meg valamilyen milyen jólétbe tudják a gyerekeiket, és itt ki kell emelni, hogy nem csak lányokról van szó, hanem fiúkról ugyanúgy.
fiatal hetero fiúk, akiket prostitúcióra kényszerítenek. Igen, ez egy fontos téma egyébként. Igen. Szintén, mert azért sokszor a nők kerülnek előtérbe. Ez egy ilyen újkori dolog, hogy most már fiúkat is belekényszerítenek ilyen helyzetbe, vagy ez is azt mondhatjuk, hogy mindig is jelen volt, szerintem, csak kevésbé beszéltünk róla. Igen, szerintem ez pont így, hogy most már beszélünk arra, hogy férfiakat, fiatal fiúkat elvisznek ugyanúgy, százalékosan ugye más, megosztott, de hogy ugyanúgy a fiatal fiúk ugyanúgy célpontjai ezeknek az emberkereskedőknek, és ugyanúgy hálozzák be őket. Kata, neked változott bármit a világképed, hogy tényleg így személyesen a frontvonalban hallottad és tapasztaltad ezeket a sztorikat? Nem tudom, hogy előtte mennyire éltél egy idealizált rózsaszín világban, mert hát azért ugye te átéltél a szülővárosodban, ha nem is közvetlenül, de közvetve, hogy ennek a maradékát, de hogy most ennyire beleástad magadat, te milyen helynek látod a világot? Én ilyen örök optimista vagyok, hogy szerintem jó úton haladunk előre, és egyre jobb, hogy milyen jó, hogy beszélhetünk prostituáltakról itt egy ilyen rádióban. Biztos, hogy ez a női férfi viszony, a női emancipáció is halad előre, tök jó, hogy már egyre több az olyan férfi, aki nem megy prostituálthoz, hogy a házasság is ilyen más alapokon van, mint mondjuk 50 vagy 100 éve ezelőtt. Szerintem ez egy jó irány, én ennek örülök, hogy ilyen történeteket kiadók bevállalnak, és kiadnak, és sokan olvasnak ilyen sztorikat. Hát 20 éve a prostituált történet tényleg a Pretty Woman volt, és ahhoz képest most meg eljutunk adáig, hogy kijön az én könyvem, és ezt olvassák, az egy fejlődés, az tök jó. Készülsz a következő könyvedre, vagy most tartasz egy kis szüneten? Hát a Városi Rókák az november végén, decemberben jelent meg. Igen, úgyhogy kattog az agyam, és egy csomó téma kavarodik bennem. De marad Igen. Ez az irány? Hát biztos, hogy az az irány marad, hogy azzal van nekem dolgom, ami felbosszant. Uh-huh. Az, amit úgy érzem, hogy egy óriási igazságtalanság, és ezt helyre kell tenni, ezt el kell magyarázni, hogy igazából hogy is van. És igen, nők lesznek a fókuszban. Engem mondhatni, hogy egy kicsit most megviselt a mi beszélgetésünk, szóval, hogy egy olyan nehéz témakört választottál, ami tényleg azt gondolom, hogy súlyként helyezedik most ebben a pillanatban is ránk, rám mindenképpen, aki első körben tapasztalja ezt ilyen mértékig. Szerinted létezhet az, hogyha az ember szembesül azzal, hogy a prostitúció és az erőszak és a bántalmazás amúgy ilyen méreteket ölt, és itt tartunk, hogy ebben tényleges változás következik? Szembe. Én nagyon bízom ebben, hogy ez majd megtörténik. Ugye mindig kiemelik a svéd modellt, ahol a kuncsaftot büntetik, nem a prostituáltat, mert ugye ezt rájöttünk arra, hogy hiába adsz egy ilyen megnyomorított nőnek még büntetést is, a futtatói, aki minden esetben vannak futtatók, azok rajta verik le, és még több klienst be kell, hogy vállaljanak, hogy ez az út sehová nem vezet, hanem ez a megszégyenítés, hogy az a férfi, aki elmegy és használ egy ilyen fiatal nőt, az kapja meg a csekket. Azt lássa a postás, és lássa a feleség, meg mindenki más is, hogy ő És ez működik egyébként? Hát igen, visszaszorítottam. Egyszer elmegy, igen, abszolút. Hát ez a bélyek, hogy onnantól kezdve mindenki elgondolkozik azon, hogy akarja ezt a... Mert ugye mindig azt hiszük, hogy olyan emberek járnak prostituálthoz, akik teljesen másképp képzeljük őket, ezek teljesen normális emberek, hogy nagyon sokan járnak prostituálthoz. Hát most kezdjük onnan, hogy ez mennyire normalizálva van a társadalomban, hogy a legény búcsúk, hogy azon senki nem kapja fel a fejét, hogy fú, hát akkor most ott volt egy-két prosti, és akkor a fiúk milyen szórakoztak, hát ez belefér, ha-ha-ha. Uh-huh. A céges bulikon át és akkor sorolhatnánk, hogy hány olyan közeg van, ahol teljesen elfogadjuk azt, hogy vannak prostik is. Akkor viszont itt ez egy érdekes dolog. Honnantól számít prostitúciónak az, hogyha egy nő, hát, hogy is kérdezem, ez használja a testét? Mert mondjuk, ha a legény búcsukra gondolok, akkor nekem az jut eszembe, hogy eljöhet oda egy lány, aki táncol, semmiféle szexuális szolgáltatást nem nyújt, megkapja érte a pénzét, és elmegy.
ma már ezt is prostitúciónak apostrofálhatjuk ezek szerint? Szerintem azt még nem. Én inkább a másik oldaláról közelítem meg, hogy szerintem a szexualitás az, amikor két ember így konszenzus alapon így megegyezik, szereti a másikat, örömet akar a másiknak okozni. És így a párról van szó. És a prostitúció meg inkább az, amikor én fizetek érte, nekem van pénzem, nekem van hatalmam, én ezt a pénzt megkerestem, szóval te azt fogod csinálni, amit én akarok, úgy, ahogy én akarom, akkor, amikor én akarom. És szerintem ez a prostitúció, hogy meg ez a kettő teljesen más világ, hogy van a szexualitás, ami valami nagyon szép, nagyon bensőséges, valami tényleg két ember közös megegyezésén alapuló valami, és a másik pedig ilyen hatalommal való visszaélés. Az egy teljesen más dolog. Ez valamilyen szinte már bántalmazás minden esetben, hogyha prostituálthoz megy valaki. Kata, van ennek egy nagyon látható verziója is. Ki is fogom mindjárt mondani, hogy mire gondolok, mert ugye most azokról a dolgokról beszéltünk a rádióban is, és most is, amik úgymond rejtve vannak, de azért a felnőtt filmek itt vannak az orrunk előtt. Ott a fölkerülnek egyébként párok által készített saját home videók is, meg felkerülnek rendezői munka által megvalósított műremekek is. Azokról mi a véleményed? Mert azért, tehát azt gondolom, hogy ez erősen súrolja egyébként a prostitúciónak a határát, de mégis szeretik sokan megmagyarázni, hogy tehát az nem az. Az egy önként vállalat, az egy színészi tevékenység. Nekem ez volt az egyik kedvenc, amin találkoztam ilyen érvelésre egyébként ismeretségi körömben, hát majdnem lefordultam a székről, hogy hát az egy színészi előadás. Mikor én azt mertem mondani egy felnőtt filmes szereplőre, hogy ő egy elnézést mindenkitől, legfeljebb kisípolunk, azt mondta, hogy az nem egy kurva. Az egy színésznő. Művész. Igen. Na neked erről mi a véleményed most? Hát azt vagyok, szerintem az általában, akinek a videói, meg a fotói felkerülnek a netre, ezek mind nagyon fiatalok, vagy ilyen. És én azt hiszem, hogy ilyen fiatalon ez óriási bélyeg, hogy valakinek így fönt vannak a videó, és azt majd 40 évesen top manager akar lenni, vagy kiadó igazgató, vagy bármilyen fontos munkát akar végezni, az örök életben ott lesz, az soha senki nem fogja letörölni. Én nagyon sokszor találkoztam, ugye egy bosszú pornó kapcsán azzal, hogy ezt nem akarják az emberek, hogy a nők, azok a nők, akikkel én találkoztam, ők nem akarták elkészíteni ezt a felvételt, csak így a barátjuk, akiket ők azt hitték, hogy az életük szerelmek, pedig a férfi tudta, hogy csak ki akarja zsákmányolni, és tudta, hogy hová vezet ez a kapcsolat, és mi lesz a következő lépése, rábeszéli a lányt, ilyen érzelmileg instabil állapotba hozza, és akkor végül a lány rábont, belemegy, és akkor felkerülnek ezek a felvételek. Miért nem mernek nemet mondani olyankor? Itt is igaz lehet az a tézis, amit az előbb mondtál, hogy vélhetően már eleve abuzált családi közegben nőttek nem, föl, nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Hát a szerelemnek szerintem van egy olyan fázis a kezdetekben, amikor annyira szereted a másikat, hogy teljesen jónak látod, hogy ez egy ilyen kémiai dolog a fejben, hogy az én szerelmem az egy jó ember. És csak egy idő után bomlik le ez a rózsaszínköd. Ha nem is feltételezed róla, hogy egy ilyen mocskos állat. Amikor a történetekről meséltél, amiket hallottál, ott is felmerült bennem egyébként ugyanez a kérdés, hogy egy bántalmazó kapcsolatban nagyon sok nő ragad benne. Ott mi az, ami visszatartja őket kilépéstől? Nagyon sok esetben ugye a közös otthon, a közös gyerekek nagyon sokszor megfenyegetik őket, hogy oké, te mehetsz, menj, ahova akarsz, innen nem viszel el semmit, és a gyerekek is maradnak. Meg hát olyan erősen ezek a bántalmazók leépítik a nőknek az önbizalmát, hogy már el se hiszi magáról, hogy ő a saját lábán képes lenne túlélni. És hát a gyerekekkel való zsarolás szerintem az egy ilyen nagyon erős adóász, és nagyon sokan maradnak pont emiatt benne. És nem is kell feltétlenül fizikai bántalmazásra gondolni, mert ugye általában, hogy azt mondjuk, hogy bántalmazás, akkor azt képzeljük, hogy ilyen kékre-zöldre veri a nőt, a férfi. Nagyon sokszor van ez a lelki terror része. Amikor ugye nincs fizikai jele,
mások előtt kedves a nővel, viszont ami bezárulik az ajtó, így lerombolja őt, csúnyán beszél vele, minősíthetetlen jelzőkkel illeti. Ez is egy ilyen nagyon gyakori dolog. Akik engem követnek a közösségi médiában, azok vélhetően tudják, de én nekem magamnak is van egyébként ilyen tapasztalatom. Viszont azt gondolom, hogy 30x éves fejjel talán könnyebb egy ilyenből kiszállni, mint fiatalabban, akinek még nagyon formálható a személyisége. És ott, ha valakit túl korán ránt be ez az egész rendszer, ott nagyobb szerintem a százalékos arány, hogy benne is marad, mint az, aki később találkozik ezzel, de már van mondjuk egy egészséges, jó önképe, és még hogyha érkezik is ebbe egy valaki, aki ezt szeretné lerombolni, és semmisét tenni, ott azért megszólal egy vészcsengő, hogy ez így nem normális, nem helyes. Kik segíthetnek ezeken a lányokon, és vagy fiúkon, férfiakon is, hiszen te is említetted, hogy azért vannak fiatal fiúk is, akik érintettek ebben a dologban. Mely szervezetek? A rendőrséghez érdemes fordulni, vagy túl sok a dolguk, ők kevésbé tudnak ezzel foglalkozni? Inkább érdemes egyesületekhez, alapítványokhoz menni ők, ha segítséget szeretnének kérni? Hát biztosan a rendőrséghez kell első körbe menni. Szerintem, hogy ezek ilyen büntetőjogi dolgok, olyan nincs, hogy valaki kihasználja másik testét, vagy valaki valakit elad, vagy valaki valakit bántalmaz. Ezek fontos dolgok. Az kell, hogy megmentsék az áldozatot, és az kell, hogy az elkövetőt betegyék a börtönbe, vagy legalábbis bíróság elé hurcolják, és ne csak azt az egy embert, hanem az egész hálózatot. Amióta így a városi rókákkal, meg a prostitúcióval foglalkozom, én sokkal éberebben figyelem a híreket, és hetente, de talán hetente kétszer van egy ilyen hír, ami arról szól, hogy M.T-t és a bandáját hárman voltak, akik mondjuk Németországban, Belgiumban, vagy tetszőleges másik nyugat-európai országban lekapcsoltak, bíróság elé tesznek, mert hogy 5 évig, 10 évig, 10 lányt, 20 lányt, 5 lányt prostitúcióra kényszerítettek. Szóval ez annyira gyakori, hogy tényleg, hogy mindenkit arra buzdítok, hogy nézze így nyitott szemekkel a híreket, hogy ez van, hogy ez olyan őrületes jelenség. És ugye mindig az van, hogy a kis halakat, hogy az elkövetőknek így alsó csoportját, azokat, akik tényleg ezeket a lányokat behálózzák és furgonba rakják, azokat elítélik, de hogy nekik főnökeik vannak. Igen, fejétől bűzlik a hal, és általában azt a fejet kéne levágni és megtalálni, ami gondolom, hogy kemény meló is lehet. A Városi Rókák című könyved, ami ugye most a brüsszeli tapasztalataid alapján íródott, mennyire huszkodta meg a róka bajszát? Csak így kíváncsiságból kérdeznek, mert szerintem egy elit közeg az nagyon szereti megtartani ugye a külvilág felé mutatott tökéletes világképet, és amikor valaki ebbe egy picit úgy belepiszkít, ez nem biztos, hogy annyira tetszetős. Ja, persze, hát azért mindenféle visszajelzés érkezett, és akkor voltak közöttük olyanok is el. Ugye főleg azok, akik ilyen hazugságba szeretnék még évekig magukat ringatni, és igazából minden rendben van, az én férjem az tökéletes, és minden rendben a házasságunkkal, a 3 gyerek vagy a 4 gyerek az biolevest étkezik, 4 nyelven beszél, és biciklivel jár az iskolába egyedül, és hogy ebbe a tökéletes világba kicsit így beleszórjuk a homokszemeket, akkor az így nem annyira. De hát amúgy meg tök jó visszajelzéseket kaptam. Van egyébként valami magasabb rendű küldetés tudatod a könyveid kapcsán? Azon túlmenően, hogy ugye mondtad, hogy a düh az, ami egyáltalán abba az irányba terjed, hogy ezekre a témákra igenis figyelni kell, és fel kell ráhívni a figyelmet. Ezen túlmenően van valami, ami téged mozgósít időről időre, hogy olyan témát válassz, ami érzékeny, és azt feldolgozd? Igen, mert szerintem azzal érdemes foglalkozni. Hát újságíróként egy csomószor kaptam olyan ajánlatot, vagy olyan témajavaslatot, hogy mondjuk ilyen kozmetikai termékekkel is foglalkozhatnék, és hát azért azt tudjuk, hogy sokkal, sokkal több pénz van az ilyen kozmetikai szerek PR anyagainak a megírásában, mint mondjuk a szociálisan ilyen érzékenyebb témákban. De sose akartam, mert annyira véges az időnk, akkor már foglalkozunk fontos dolgokkal.
És ezek nagyon fontos milyen dolgok. Teatrálisan hangzott ez, de... De nem, mert ezek tényleg fontos dolgok egyébként. Hát ez a rádióműsor is arról szól, hogy tényleg ilyen témákról beszéljünk, mert mi is fontosnak érezzük, nem csak én egy per egyben, hanem a stábom, a szerkesztőm is, aki azért folyamatosan figyel arra, és nyitott szemmel jár, hogy hol milyen érzékeny témák vannak, mert egyszerűen azt érezzük, hogy igen, ezeket láttatni kell, és ebben menni kell előre, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Úgyhogy én imádtam ezt a mondatot. Mondtad, hogy készülsz a következő könyvedre. Egy picit csepegtetsz abból, csak már ilyen kis marketing szempontból, hogy kedvet csinálj hozzá? Már hogyha ehhez olyan értelemben lehet kedvet csinálni, de érted, mire gondolok igazából. Igen, abszolút. Az a téma. Különben olyan sokszor belefutottam abba, hogy megkérdezik, hogy mi az a következő könyv, amin dolgozok, és akkor elkezdtem mesélni meg minden, és aztán pár héttel később nem is éreztem olyan izgalmasnak, vagy olyan erősnek, és félretettem, és valami teljesen más kapott el. Úgyhogy most remélem, nem. Úgyhogy most az, amit így elmondok, az abból valóban könyv fog születni. Nagyon érdekel a petesejt donoroknak a világa. Úgyhogy azok a fiatal lányok, akik 10-20 évesek, és pénzt kapnak azért, hogy egy csomó hormont bevegyenek, és aztán igazából így ki, csúnya szóval, kiporszívozzák belőlük a saját petesejtjeiket, hogy aztán ilyen nagy kórházak eladják, és tovább értékesítsék, és olyan nők beültessék bele, akiknek nincs már peteérésük. Izgalmas, nem feltétlen tragikus talán, ugye? Te, vagy van ennek egy tragikus oldala? Igen, hogy sok oldala van ennek. Ez is olyan, mint a prostitúció, hogy mindenki másképp érintett, és vannak olyanok, akik nagyon saját szántukból bólintottak erre. Amivel én találkoztam, ott mondjuk volt olyan is, hogy a család kényszerítette bele a fiatal lányt, mert hogy kellett a pénz. És hát az is elég gyakori, hogy ezeknek a lányoknak mindenféle ilyen testi bajaik lesznek. Nőgyógyászati problémák, saját magának nem lehet gyereke, felborult teljesen a hormonháztartása. Szóval nem az van, hogy most 2-3 hetet erre rááll, de az keres pár száz eurót, mert a nagy pénzt nem a lányok, nem a petesei donorok kapják, hanem a közvetítők. Szóval újabb izgalmak. Ez is kicsit olyan, hogy azt hiszük, hogy a prostituáltal, mint a Pretty Woman, és azt hiszük, hogy a petesei donor az ugyanilyen. De nem. Mikorra várható egyébként a könyved? Egy év, másfél, kettő? Hát kb. Egy év. Kb. Egy év. Kata, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Tényleg beszippantottál ezúttal is, de azt gondolom, hogy tényleg jó volt, hogy beszéltünk erről. A könyveid sikeréhez természetesen gratulálok, és a munkádhoz pedig tényleg nagyon sok erőt és nagyon sok kitartást kívánok a jövőben. Jaj, nagyon köszönöm. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltál. A nézőink pedig tartsanak velünk legközelebb is, hiszen érkezik a hashtag nőfilter, nők filter nélkül. Sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta. A képi anyagot a Schnittman Pictures készítette.